A napokban indultak el a kezdő tai chi foglalkozások, és ilyenkor az elején mindig rengeteg kérdés merül föl, illetve rengeteg téma kerül elő a tai chi kapcsán, és arra gondoltam, hogy megosztom veletek mindazt, amit itt a kezdő csoportokban az indulás kapcsán már átbeszéltünk. Mik voltak azok a kérdések, amik nagyon gyakran elhangzanak, és mik voltak azok a válaszok, amik segíthetnek bennünket majd eldönteni, hogy nekünk való a tai chi, keressük-e ezt a mozgásformát, keressük-e a mögötte lévő alapelveket, egyáltalán, hogy ez a mi útunk-e. Amit az elején már érdemes elmondani, és ugye ezt mindig a foglalkozásokon is megbeszéljük, hogy a tai chiban nincs semmi olyan különleges, vagy nem igényel tőlünk semmi olyan extrát, vagy semmi olyan extrém nincs benne, ami miatt ne tudnánk elsajátítani. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a tai chit mindenki meg tudja tanulni, és lehet, hogy így első ránézésre egy-egy mozgáskoordináció, vagy egy-egy koreográfia az bonyolultnak vagy összetettnek tűnik, de a tai chit az soha nem a koreográfiáért, vagy magáért, a mozdulatsorért tanuljuk, hanem sokkal inkább a mögötte lévő alapelveket tanítja meg mondjuk azt, hogy formagyakorlat, vagy egy-egy ilyen mozgásegység, amiről általában a tai chit ismerjük, hiszen főleg és általában a formagyakorlatok jutnak eszébe az embereknek akkor, amikor a tai chiről beszélünk. A tai chi elsajátítása során nagyon fontos, hogy legyünk nyitottak. Tehát sok mindennel találkozunk majd a tanulás fázisában és a tanulás során, ami nem feltétlenül kompatibilis az eddig szerzett tudásunkkal, vagy a hitrendszerünkkel, vagy a gondolatrendszerünkkel. Tehát ez egy kicsit ilyen furcsán működő dolog, ami onnan keletről, Kínából jön, és legyünk hozzá nyitottak az elején, a befogadásnál, tehát ne próbáljuk meg így nagyon elemezni, és mondjuk a korábbi tapasztalatainkhoz, vagy gondolat mintáinkhoz, hitrendszerünkhöz hozzáilleszteni. Hagyjuk egy darabig, hogy áramoljon az a fajta tapasztalás felénk, illetve bennünk, amit a tai chi gyakorlása nyújt. Az is szerencsés, hogyha elengedjük az elvárásainkat, tehát más és más elvárásokkal érkezünk egy foglalkozásra, ne kössön meg ez bennünket, ne rakjon bennünket egy dobozba, hanem erre ugyanúgy vonatkozik ez a nyitottságunk és a megengedésünk, tehát hogy lehet, hogy nem az elvárásainknak megfelelően alakulnak a dolgok a foglalkozások során, lehet, hogy nem azt kapjuk, amit várunk, de ugyanakkor lehet, hogy sokkal többet kapunk, lehet, hogy egész más kapunk, lehet, hogy egész más irányba nyit ki bennünket. Ugye, amikről most beszélünk egy-egy kérdésről, ezt olyan különösebben most nem struktúráltam, hanem ilyen bizonyos sorrendben végig megyünk rajta. És az előző kérdésekhez, illetve az előző válaszokhoz tartozik az is, hogy a tanulásunk során, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Ez nagyon gyakran gátja a fejlődésünknek. Tehát mindenki más és más kondíciókkal érkezik egy foglalkozásra.
Ugye általában és idézőjelben közhelyszerűen a tai chi-nak az egyik jellegzetes megnyilvánulási formája, hogy ezt a formagyakorlatot végezzük, illetve hogy hogyan végezzük. Igazából nem árulja el az elején a képességeket az, hogy mennyire jól vagy mennyire tökéletesen végezzük ezeket a formagyakorlatokat. Mindenki más és más irányból kezdi megtapasztalni magát ebbe a folyamatba. Mást és mást ad hozzá. Nem biztos, hogy az elején a külső és a belső annyira harmóniába kerül, hogy azon a külsőn már lehet látni, hogy milyen belső átalakulások történtek, illetve fordítva, tehát elindulnak a belső átalakulások, de még a külsőn az annyira nem nyomon követhető. Engedjük azt el, hogy mások hogy csinálják. Van, aki sokkal nagyobb sport és mozgásrutinnal, adott esetben harcművészeti háttérrel érkezik a foglalkozásokra. Van, aki nyugdíjba ment, és 60 éves kora után ez lesz az első tudatos mozgásforma, amit választ. Van, akinek a fizikai teste lazább és hajlékonyabb, van, aki merevebb. Tehát ezt engedjük el, mindenkinek nagyon sokat fog adni, de ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, tehát mindenki halad a saját útján, és közel sem azok a dolgok, amiknek látszanak. Tehát, hogyha ránézünk valakire, és azt mondjuk, hogy nagyon szépen mozog, ott lehet, hogy attól függetlenül a belső tartalmak és azoknak a megértése, megvalósítása hiányzik. És az ellenkezője is igaz tud lenni, hogy hát ez ilyen érdekes, meg nem emeli olyan magasra a lábát, vagy nem tud olyan mélyre menni, de viszont a belső megvalósításban sokkal távolabb tart, és sokkal mélyebbre ér. Tehát engedjük el ezt az összehasonlítást. Az alapok azok viszonylag hamar megérthetőek. Itt a megérthetőn van a hangsúly, tehát nem válik még tapasztalattá, de egy idő után elég hamar megértjük, hogy hogyan dolgozik a tai chi és miről van szó. Illetve van egy olyan képességünk, hogy a tai chi nyelve is a fő nyelve majd az energia lesz. Tehát van egy olyan képességünk, hogy az elménkkel még nem értjük meg, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, vagy milyen folyamatban vagyunk benne, de mivel ez energia, mondjuk azt, hogy a mélyebb lényünk, a meg nem nyilvánult lényünk, az együtt tud vele rezegni, tehát megérezzük, hogy tehát ez a mi útunk jó irányba segít bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az alapok viszonylag hamar megérthetőek, az azt jelenti, hogy hamar együtt tudunk rezegni olyan alapelvekkel, hogy ne az ellenállás irányába haladjunk, hogy el tudjunk engedni dolgokat, hogy el tudjunk lazulni. Nem feltétlenül az elme megértéséből jön ez a folyamat, hanem sokkal inkább ebből az energetikai, mondjuk úgy, hogy együtt tudunk rezegni azokkal az igazságokkal, amiket úgy kezdünk felfedezni a gyakorlásunk és a tanulásunk során. Az ellazítás, az elengedés, a megengedés, a nem ellenállás, a szándék használata, a figyelem használata, az mind előtérbe kerül itt a tai chi gyakorlás során. Tehát ugye sok minden más során is ugyanúgy előtérbe kerül. Itt ez az eszközünk, maga a tai chi, ami azt, akik mi vagyunk, azt a lényt, azt hozzásegítik tapasztalati szinten ahhoz, hogy megérthetővé váljanak ezek a fogalmak. Lehet, hogy már rég azt gondoljuk, hogy mi tudunk lazítani, de egy páros gyakorlat során egyből kiderül, hogy nem tudunk lazítani. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy kellően érzékenyek vagyunk arra, hogy megérezzük, hogy erőt használunk erő ellen, vagy ellenállásban vagyunk az életünkben.
És aztán itt szintén egy másik páros gyakorlatnál megtapasztalhatjuk azt, hogy még mindig nem ismerjük föl kellően a külső és belső ellenállásainkat. Tehát nagyon sokféle módon kezd bennünket ez megnyitni, és sokféle módon kezdi használni a testünket, és ha tetszik a személyiségünket ahhoz, hogy ilyen minőségeket kezdjünk megtapasztalni. Ha ezeket nagyon leegyszerűsítem, akkor a tudatosságunk kezd kiterjedni ennek a folyamatnak a során, és az előbb felsoroltak által. Tehát amikor elkezdünk gyakorolni, akkor sokakkal hamar együtt rezegnek ezek az alapelvek, amilyen irányba visz bennünket ez a tanulási folyamat. A tanulás eszközei jelentenek néha határokat, tehát amikor a fizikai test korlátai, az elme korlátai, vagy a szándékunk használatának a korlátai megjelennek, illetve jelzik a határainkat, akkor ott jelentősen jelen kell lenni és ébernek lenni ahhoz, hogy ez ne ellenállásá váljon, hanem inkább egy útjelzővé, tehát hogy segítse, hogy merre haladunk. Tehát viszonylag hamar megértjük az alapelveket, viszont hogy az általunk megértett alapelvek, amikkel szívesen rezgünk együtt, jól érezzük magunkat ebbe, könnyedén és örömmel haladunk, hogy azok képességé váljanak, az viszont gyakorlás. Tehát ugye bármikor, amikor nagy kínai mestereket megkérdezünk a Tai Chi-ról, akkor ugye azt mondják, hogy egyetlen titok van, és ez pedig a gyakorlás. Szóval néhány évtizednyi munka után én is azt tudom mondani, hogy a gyakorlás fog bennünket elvezetni abba az irányba, amerre szeretnénk haladni, vagy amit szeretnénk ebből a Tai Chi-ból magunk számára kihozni. Ebből az is következik, ami szintén gyakori kérdés is elhangzik a kezdő csoportok során, hogy tehát lehet, hogy hetente két edzés van, vagy három edzés, de az a fajta tudatosság és odafigyelés önmagunkra és a megkezdett munka a testtel, az nem szűkülhet az edzés időpontokra, hanem ez bizony egy napi elfoglaltságot jelent. Tehát ez olyan, mint egy fogmosás, vagy olyan, mint egy napi rutin bármilyen más szempontból. A fizikai testünkkel való együttélésünkbe ez nem csak az edzésre járás időpontjairól szól, hanem ha belekóstolunk ebbe az útba, megszereztük a tapasztalatainkat, akkor bizony ez igényli a napi gyakorlást. És hát persze majd jól fogják kiegészíteni egymást az edzésen tanultak, és mondjuk az otthoni gyakorlás során elmélyítettek, de csak edzésre járni, ez bizony kevés lesz. A gyakorláshoz még, és főleg az otthoni gyakorláshoz az érdemes megemlíteni, hogy a Tai Chi-nak ugye a szimbóluma is elég jól ismert, ez a yin-yang szimbólum egy körbe foglalva, ami ennek az egyensúlynak az alapelvéről szól, és ez az egyensúly, akár éberek vagyunk rá, akár nem, ez egy folyamat, hiszen állandó változásban élünk, állandó változásban vagyunk a környezetünkben, és ehhez egy folyamatos egyensúly, vagy új egyensúly megteremtése, az egy állandó, most idézőjelben mondom, hogy szükségletünk. Amikor ezt az egyensúlytalanságot elkezdjük ilyen eszközökkel helyreállítani, mint a Tai Chi meg a Qigong, akkor nagyon megkönnyíti a dolgunkat, és nagyon hamar megtapasztaljuk azokat a hatásokat, amivel akár szélsőséges helyzetekben is ezekkel az eszközökkel visszaállíthatjuk az egyensúlyunkat.
Tehát amikor a napi gyakorlásról beszélünk, akkor egy idő után ez egy ilyen belső vágy lesz, meg egy jó érzés, hogy na, most akkor gyakorlok egy 10 percet, 20 percet, 36 vagy akár többet, mert ez egyben ennek az energetikai egyensúlynak a helyreállításáról szól. És amikor ezt így fölismertük, hogy ennek az eszköznek mekkora szerepe van ebben, és milyen hatásai vannak, akkor úgyis magunktól fogunk gyakorolni, tehát magunktól fogjuk élvezni ennek a jó hatásait minden egyes ilyen tudatos energiaegyensúly vagy egyensúly visszaállításában. Az is mindig fölmerül, amikor elkezdünk gyakorolni, hogy mennyi idő alatt sajátítható el a tai chi. Hát erre nagyon sokféle válasz adható, és ugye ez egyes kínai módszerek esetében, meg a tai chi esetében ez nem ritka, hogy nem fogunk exakt válaszra találkozni. Figyelj, ez 3 év lesz, a következő az 4 év, és utána 6 év múlva kipipálhatod. Tehát ezekben a kínai rendszerekben, és plusz a tai chi-ban is itt rengeteg ilyen érdekes megközelítésre találkozhatunk, de azért ugye mégis illene valamit mondani. Tehát ha visszatérünk ahhoz, hogy a tai chi leginkább a formagyakorlatok végrehajtásáról ismert, és ugye akkor még nem beszéltünk arról, hogy hogyan jutunk el idáig, hogy ezt az alapelveknek megfelelően, a saját működésének megfelelően csináljuk, de ha azt mondjuk, hogy a formagyakorlatok felől közelítünk a tai chihoz, ezeket egy mozgássornak vagy egy koreográfiának értelmezhetjük, amelyek megadott mozdulatsorokból állnak, és azt mondhatjuk, hogy ez egy 22-es forma, az egy 48-as, az egy 103-as forma, akkor ehhez, hogy ezt a mozgássort, vagy ezt a koreográfiát mennyi idő alatt sajátíthatjuk el, ehhez már könnyebb mellé rendelni ilyen timingot. Tehát azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy ilyen 10 mozdulatból álló formagyakorlatot ilyen 3-6 hónap alatt jól el lehet sajátítani. Mondjuk egy 20-30 mozdulatból álló mozgássorra fél év, egy év is kell időnként, illetve a hosszabb mozgássorokra, hát az olyan 1 év és 3 év, amikor azt mondhatjuk, hogy valaki ezeket a gyakorlatsorokat jól elsajátítja. Az elsajátítás az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennyi idő kell, hogy a tai chi élményekhez hozzájussunk, az sokkal korábban jelentkezik. Tehát azt mondhatom, hogy 1-3 hónapon belül, amikor valaki belevág egy ilyen utazásba, hogy tai chi-t kezd tanulni, akkor ez a tai chi érzés, hogy mi van ebben a folyamatban, az egy ilyen 1-3 hónapon belül kibontható. Ha a tanulásnak úgy látunk neki, illetve a tanulás során átalakul a folyamat, és már mást keresünk a rendszerben, mint amit először kerestünk, amikor megérkeztünk az edzőterembe, akkor arról beszélhetünk, hogy a tai chi az egy művészet, ugyanúgy, mint bármilyen más művészeti ág, amit alaposabban meg akarunk ismerni, akkor viszont nehéz már megfogalmazni, hogy mennyi idő alatt végezhetjük el. Tehát mennyi idő alatt leszel filmrendező, mennyi idő alatt leszel színész, vagy mennyi idő alatt leszel festő, nehéz megfogalmazni, viszont akkor kinyílik egy ilyen sokkal szélesebb spektrum ennek a művészetnek, hogy mit akarunk ebben felfedezni, akkor már nem elsődleges ebben a tanulási folyamatban mondjuk az, hogy a külső megnyilvánulás, ami adott esetben ez a forma gyakorlat, akkor sokkal inkább elkezdünk a mélységeivel foglalkozni, és ott már nagyon nehezen meghatározható, hogy mennyi idő kell ehhez.
Általában ilyenkor a tanulás során már igyekszünk valami jól felépített, komplex rendszert tanítani, ami nagyon sok mindenből áll, azon túl, amit látunk, és amiben megjelenik, ami a formagyakorlat. És akkor már ezeknek a kutatása, gyakorlása, elsajátítása, ez már több idő. De hogy ehhez is mondjak valamit, tehát azért mégis egy olyan 8-10 év alatt így elég mélyre lehet jutni. Tehát még egyszer, a tai chi élmények azok nagyon hamar megjelennek, bizonyos alapképességek hetek, hónapok alatt megnyilváníthatóak, de ha elmegyünk és a művészetek irányába haladunk, ha így fogalmazunk a tai chi irányába, akkor az egy alaposabb stúdium lesz, és akkor most én azt mondom, hogy az durván egy 8-10 év alatt mélyíthető el. Illetve van egy harmadik válaszom is, az visszakapcsol az előző témához. Amikor fölismerjük ennek az eszköznek a jelentőségét abban, hogy mennyire egyensúlyozza ki az energiáinkat, és mennyire segít ez ebben a napi gyakorlatban szinte úgy, mint egy fogmosás, akkor meg magunktól használni fogjuk, és magunktól ébred föl bennünk a vágy abban az irányba, hogy ezt még hatékonyabbá tegyük, még jobban elmélyítsük. Ilyenkor arról beszélhetünk, hogy ez gyakorlatilag egy élethosszt jelent, ahogy foglalkozunk egy ilyen rendszerrel. Amikor ezeknek a jó hatása, ez az energia kiegyensúlyozó hatása, az egyensúly helyreállításának a hatása megjelenik, ez olyan mennyiségű jó érzéssel jár, hogy megadja a hajtóerőt, megadja az energiát, hogy folyamatosan foglalkozzunk vele. Ugye itt nálunk elhangzik a kezdő foglalkozásokon, hogy mivel foglalkozunk konkrétan mi, és mit tanítunk mi. De nagyon sokféle tai chi van, talán a legnépszerűbb és a leginkább ismert a Yang család nevéhez köthető fejlesztés, aminek nagyon sok iránya működik ma is a világban. Mi is ennek a, ha tetszik, az egyik ilyen legmélyebb, legeredetibb megközelítését próbáljuk tanulmányozni, fejleszteni és átadni. Tehát a Yang családnak egy tai chi rendszerével foglalkozunk, amiben nagyon sokféle gyakorlat van. Ez a, ugye most használhatjuk azt a szót, hogy ilyen alap bemelegítésektől és nyújtásoktól, képességfejlesztő gyakorlatokon át, Nei Kungig, páros gyakorlatokig, alkalmazásig, lökőkézig, fegyveres formákig, és az alap forma gyakorlatokig nagyon sok mindent tartalmaz. Tehát amit gondolunk tai chi címszó alatt, lefedi a rendszer. Amikor a gyakorlásról beszélünk, és elkezdünk tai chi edzésekre járni, akkor a test tudatosságunk és az éberségünk a testünkkel kapcsolatban az egyre mélyülni fog. És a gyakorlás során, tehát amikor bármit csinálunk, akár egy bemelegítő sorozatot, egy Nei Kung sorozatot, vagy bármi mást, akkor az a kérés, hogy figyeljünk a testünkre, tehát építsük föl, mélyítsük el, tudatosítsuk azt a kommunikációt, ami a testünkkel kialakul. A testünk jelezni fog nekünk, lesznek olyan mozgássorok, gyakorlatok, amire azt mondja, hogy köszönöm, ebből nem kérek. Lesznek olyan mozgássorok, amikre vágyni fog, és jól érzi magát benne, a testünk lubickol benne. Lesznek olyan mozgássorok, amire, mint egy ilyen kisgyerek, így kíváncsian ránéz, és szeretné elsajátítani, és azért fog sokat foglalkozni vele. Minden esetre ezt a kommunikációt, ezt mélyítsük, és a testre való figyelés az föl fogja építeni, hogy jól fogunk
együttműködni a testünkkel, szeretni fogjuk, jól fogjuk érezni magunkat a testünkbe, de ehhez az kell, hogy figyeljünk a testünkből érkező jelzésekre. Ugye, amikor itt az ellazulás mélységeiről beszélünk, a figyelmünk mélységeiről beszélünk, akkor ez mind érinti már a testtel való kommunikációnknak az elmélyülését is. Amikor kialakul ez a kommunikáció, ami persze idézőjelben kialakul, hiszen folyamatosan alakul, mint ahogy a testünk is folyamatosan alakul, és a tudatosságunk is mindig folyamatosan alakul, de mindesetre kialakul egy olyan viszony a testünkkel, és kialakul egy olyan viszony ezekkel az alapelvekkel és ezeknek a működésével a testünkben, ami viszont már elkísér bennünket a mindennapi életünk során. Tehát már nem fogunk magunktól görnyetten ülni, mert nem esik jól. Már nem fogjuk úgy terhelni a testünket, amikor megérezzük, hogy energiavesztésben vagyunk, és még tovább fogyasztanánk az akkumulátorunkat. Már nem fogunk erő-elő ellen, ilyen fölösleges ellenállásokba belemenni. Tehát mindazokat, amiket fölépítünk ennek a rendszernek a tanulása során, a testünkkel kialakuló kommunikáció során, az ilyen nyereségként meg fog jelenni a mindennapi működésünkben, és ez megint egy olyan plusz örömforrással ajándékoz meg bennünket, ami majd tovább segít bennünket azon az úton, hogy a tai chit tanuljuk és elmélyítsük. A taoista gyakorlatok során van egy olyan fogalom, vagy van egy olyan megközelítés, hogy hagynunk kell a dolgokat megtörténni. Tehát ez a wei wu wei, ez egy nagyon érdekes paradoxon, tehát hogy nem kell akarni a dolgokat, nem kell nagyon megcsinálni a dolgokat, nem kell nagyon létrehozni a dolgokat. Elég, hogyha megteremtjük a környezetet és a feltételeket ahhoz, hogy ezek a dolgok maguktól megvalósuljanak. Igazából a tai chiban erre a belső munkára is ez nagyban igaz, tehát dolgozunk a fizikai testünkön, de igazából megteremtjük azt a környezetet a testünkben, létrehozzuk azt az állapotot a testünkben, hogy az a minőség, amit szeretnénk, az megnyilvánuljon. Tehát a teremtésnek egyfajta olyan megközelítése ez, ahol a hát nem jó szó ez a tehát nem jó fordítás ez, hogy ilyen cselekvés nélküli cselekvés, de mégis megengedjük, hogy létrejöjjön az eredmény. És ez szintén egy nagyon jó dolog megtapasztalni, amikor már elkezdünk a tai chi útján járni. Hogyan működik ez, amikor megengedjük, hogy megjelenjen az, amit szeretnénk a saját testünkkel való működésünk viszonylatában? Hogyan jelenik meg ez, amikor már mondjuk páros gyakorlatokban egy másikkal, vagy ha tetszik a külvilággal együttműködve hozzuk létre, hogy megvalósuljon az, amit szeretnénk, vagy megteremtődjön? És milyen ez, amikor átvisszük már egész másba a mindennapok során ezt a képességünket? Tehát, hogy hogyan teremtődik meg az, hogy legyen egy házunk, vagy hogyan teremtődik meg az, hogy jobb legyen a kapcsolatunk valakivel, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy megtapasztalhatunk egy ilyen nagyon fontos alapelvet, hogy hagyjuk megtörténni a dolgokat, és az a gyakorlásunk során is nagyon erőteljesen kialakul majd. Persze itt elég sok ellenállást kell legyőzni, mert az elme az másképp áll a dolgokhoz, akkor a gyerünk, nyomjuk, csináljuk, valósítsuk meg, de van egy ennél természetesebb út is, ha tetszik, ez maga az áramlás útja, ez az a folyamat, amikor jó, megteremtjük a feltételeket, és hagyjuk,
hogy megnyilvánuljon. Ezt meg fogjuk tapasztalni a gyakorlásunk egy bizonyos fázisa után, hogy hogyan működik. Az is fontos, tehát ugye mondtam, hogy most egy különböző ilyen sorrendekben beszélek bizonyos kérdéscsoportokról, ami fölmerül, hogy a tai chi az mindannyiunknak mást jelent. Tehát én elég régóta tanulok tai chit, nem találkoztam még két olyan emberrel, akinek ugyanazt jelenteni. Még akkor sem jelenti ugyanazt, hogyha mondjuk 10-20 éve ugyanazt a rendszert tanítják és mélyítik. Tehát mindannyiunknak nagyon-nagyon sok elképzelése van a tai chiról, és aztán ez is ugyanúgy, mint bármi más az életünkben, ez folyamatosan változik. Nagyon sokféle aspektusa van a tai chinak, és nagyon sok helyre tehetjük ezeken az aspektusokon belül a hangsúlyt. Tehát tekinthetünk rá mondjuk, mint sport, kiválaszthatjuk azokat az elemeket, amelyek például alkalmasak arra, hogy versenyezzünk vele, és kiválaszthatjuk belőle azokat az elemeket, ami nekünk legjobban működik a versenyzésben. Van, aki mondjuk lökőkezekben szeretne versenyezni, de van, akinek a kartforma lesz a kedvence versenyeken, akkor az ő képzése elindul abba az irányba. Van, aki csak egy könnyű, laza mozgást szeretne, akkor ő valószínű, hogy olyan irányba keres a tai chiban, ahol tényleg mintha tánciskolába járna, csak nem táncolni, tanulni fog, hanem egy ilyen könnyű koreográfiát. Van, akit a filozófiai mélységek érdekelnek, a kínai filozófia, a taoizmus megismerése, és ezt a különleges rendszert arra használja, hogy ezeknek a filozófiáknak a megnyilvánulására, a gyakorlatba helyezésére figyeljen, vagy oda helyezze a hangsúlyt. Van, aki közösségi élményre vágyik, mert olyan formában és olyan közösségben szeretne egy jó energiatérben jelen lenni, ami őt emeli. Erre a tai chi kiválóan alkalmas, és remek közösségek szerveződnek. Van, aki a tai chi-nak a harcművészeti hatását próbálja kutatni és fejleszteni, akkor az ő gyakorlása és az ő érdeklődési köre ilyen irányba fog haladni. Van, akinek a tai chi esztétikája ragadja meg a figyelmét, ő abba az irányba fogja fejleszteni. Van, aki egészségügyi vagy tudományos szempontból kezd hozzá egy ilyen stúdiumhoz, akkor az lehet, hogy a kínai medicina irányából indul, vagy a nyugati orvoslás irányából. Van, aki erőteljes személyiségfejlesztő módszerként tekint rá. Megjegyzem, hogy az én gyakorlatom az, és ami miatt nagyon szívesen oktatom, és nagy örömet okozza az oktatása, és főleg amikor a visszajelzésekből igazolva látom ezt, amit én gondolok róla. Nem ismerek a tai chinál, vagy ezt most nem is tudom, hogy mondjam, de hát én nem ismerek a rendszernél hatékonyabb személyiségfejlesztő módszert, bár most a személyiségfejlesztésen is mást értünk valószínű, mint ami vonatkozik a tai chi-ra, de olyan finoman jó érzéseket keltve nyúl hozzá a tai chi a megnyilvánult és a meg nem nyilvánult formánkhoz, olyan formában és módon hozza létre az összhangot, emel meg bennünket, irányít és visz rá egyfajta ilyen emelkedésre, vagy ehhez hasonló rendszert keveset ismerek. Tehát nem az elmén keresztül és a megértésen keresztül fog eljutatni bennünket valahova, az is kell hozzá természetesen, hanem ilyen egzisztenciális, tapasztalati szinten ilyen nagyon erős jelenléttel emel meg bennünket,
és energetikailag. Tehát, hogy én például nagyon szívesen tanítom a Tai Chi-t azért, mert ezt a hatását öröm látni és öröm felfedezni másokba. Tehát mindenkinek más jelent a Tai Chi, itt visszakanyarodok az egyik előző témához, hogy így néha elengedhetjük az elvárásainkat a Tai Chi-val kapcsolatban, hogy mi mit gondolunk róla, mert sokkal többet fog adni, sokkal több van benne, sokkal mélyebb, és sokkal mélyebbre is víz bennünket. Nagyon sok megnyilvánulása van a Tai Chi-nak, és ez nem egy ilyen exakt darab, tehát ezt a kínai különböző művészetek kapcsán ezt így érdemes megjegyezni, tehát akkor azt mondjuk, hogy ez vagy az, ez olyan nincs, tehát hogy nincsenek ilyen exakt határok, hogy ez így pont ennyi, tehát minden összefügg mindennel, ez a Tai Chi, ez egy folyamatos evolúcióban van, évszázadok óta integrál magába rengeteg mindent, a taoin-től, a légzéstechnikáig, a harcmészetektől, a filozófiáig, a gyógyászattól, a betegségmegelőzésig, a test harmóniáitól kezdve más országok, rendszerek, testtel kapcsolatos kultúrájáig, és a népszerűsége is hihetetlen, tehát, hogy a 19. század vége körül mondjuk néhány százan vagy néhány ezren gyakorolhatták, most messze százmilliókról beszélünk, és az UNESCO a világörökség részeként tartja már nyilván a Tai Chi-t, mint művészetet. Tehát aki ezzel találkozik, akit megérint ez a művészet, az ő maga is továbbfejleszti, dolgozik rajta. Egy-egy ilyen családi tradíción belül is, ha három testvér van, akkor biztosak lehetünk abból, hogy az három különbözőképpen kinéző valami, még akkor is, hogyha ugyanazon a családnéven fut. Vagy hogyha valaki a 20-as éveibe kezdte el tanítani, és onnan vannak tanítványai és mesterei, és azt a vonalat adták tovább, teljesen másképp néz ki, mint amikor az a valaki a 30 éves korában tanított tanítványainak adott tovább valamit, vagy amikor 50 éves volt. Tehát egy folyamatos ilyen virágzásba, kiteljesedésbe van jó értelembe véve ez a rendszer. Azt is jó tudni, és ezt is érdemes az elején elmondani, amikor belevágunk a Tai Chi-ba, hogy tehát nem mindenkinek az útja. Tehát van, aki lemegy egy jóga foglalkozásra, és nem bírja ki, van, aki pilatesre megy, és stresszelni fogja, és ugyanez előfordul a Tai Chi esetében is, tehát el fog ballagni. Ez teljesen természetes, tehát az érdeklődésünk, a vágyunk, a kíváncsiságunk is, és az is, hogy az elején, amit valamiről gondolunk, vagy valamit várunk tőle, ez tulajdonképpen egész más, és nem a mi útunk. Ezt engedjük meg természetesen magunknak, hogyha ezt felfedeztük, hogy ez nem a mi útunk. Viszont az is biztos, hogy az elején érdemes időt adni magunknak, tehát célszerű ebbe egy néhány hónapot beletenni. Én azt mondom az én eddigi gyakorlatom alapján, hogy igazából egy 3 hónap kell ahhoz, hogy tehát, hogy valódi élményünk legyen arról, hogy ez a mi útunk, vagy nem. Tehát, hogy amíg az elme megnyugszik, amíg az ellenállásainkat elengedjük a különböző megközelítéseket illetően, amíg egy kicsit jobban ráhangolódunk egy új környezetre, amíg jobban beleszokunk ebbe a közegbe, és jobban elengedjük az ellenállásainkat, na ott lesz az a 3 hónap határán, amikor így kicsit mélyebben megérinthet bennünket, megtapasztalhatjuk, hogy mi is az a Tai Chi. A Tai Chi-nak a tanulása során majd találkozni fogunk a Tai Chi-nak a saját nyelvrendszerével, vagy kifejezésrendszerével. Ugye ez egy művészet, ezt említettem, és így az elmúlt évszázadokban azért a Tai Chi-nak kialakult egy saját nyelvrendszere, egy saját értelmezési rendszere.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy yi, chi, xin, pong, akkor kifejezéseket használunk, amit nagyon nehéz átültetni fordításba, és amikor azt mondjuk, hogy pong, és akkor az energiának egyfajta kiterjedt minőségéről beszélünk, akkor körülírni tudjuk csak, nem nagyon fogunk rá magyar megfelelőt találni, angolba is küzdenek ezzel régóta, tehát nincs igazából ilyen exakt fordítása egy-egy kifejezésnek. Azt mondjuk, hogy a yi az a szándék, jó, a yi az a szándék, de mégsem. Tehát, hogyha mélyebben meg akarjuk érteni, akkor sokkal több dolog kombinálódik benne. És tehát egyrészt a tanulás során találkozni fogunk a tai chi nyelvezetével, és ebben majd egy picit érdemes belemenni, elsajátítani, sokat fog segíteni a tanulás során. Másrészt kifejleszti bennünk azt a képességet, hogy nem kell keresnünk feltétlenül az exakt kifejezéseket, vagy pontosabban az exakt értelmezéseket a kifejezések mögött, de ugyanakkor, amikor már használjuk, akkor az elindítja mégis annak a helyretételét bennünk, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy song, az mennyivel másabb kifejezés, vagy faszong, mennyivel másabb kifejezés, mint azt mondani, hogy lazulj el, vagy engedj el. Tehát a tanulásunk során ezzel találkozni fogunk, és tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, de néhány ilyen kínai kifejezés majd belekerül a tanulás során a mi nyelvkészletünkbe is. Én nem tanultam kínaiul, meg ugyan néhányszor ránéztem és elkezdtem, de sok minden miatt, de nem. Viszont ez a tai chi nyelvkészlet azért az alkalmas volt arra, hogy mondjuk ilyen utazások során kínai szállodákban is megértessem magam, ahol nem feltétlenül beszéltek angolul. Tehát van ilyen, ha tetszik, a mindennapokban is jelentősége, de a tai chi tanulás szempontjából majd fontos ennek a nyelvezetnek az ismerete és elsajátítása. Ugye említettük, hogy a tai chi-nak a szimbóluma az egy eléggé ismert yin és yang együtt van. Ebből az is következik, hogy az a tanulásunk iránya se ilyen full exakt és egyirányú, hanem itt bizony találkozunk paradoxonokkal, és méghozzá úgy, hogy a paradoxonok együtt vannak jelen. Ugye amikor a yin és a yang szimbólumról beszélünk, az a szimbólum az nagyon sok mindent leír erről a filozófiáról, és ugye a tai chi-ról annyit kell tudnunk, hogy ennek a filozófiának a mozgásban, harcművészetben megvalósított változata, és a yin-yang szimbólum alapján mi főleg három ilyen eszenciális alapelvet használunk ebből. Amikor ránézünk a szimbólumra, akkor az elsőt azt rögtön mutatja, tehát hogy a yin nincs yang nélkül, ezek mindig együtt vannak jelen, ez egy nagyon fontos szimbólum, és nem csak a tai chi, tehát nagyon fontos értelmezése a szimbólumnak, és nem csak a tai chi esetében. Ahogy a két szín, a világos és a sötét leírja a mozgást, az arra utal, hogy ezek egymás ellen hatnak, de bennük van a pici pont is, az ellenkező színből, ez pedig arra utal, hogy átalakulnak egymásba. Ez az egyik legfontosabb majd ezeket az átalakítási, ha tetszik ilyen transformációs pontokat megérteni a tai chi során, de ezt a három alapelvet használjuk ebből a szimbólumból, és mint így kiderül, vagy kiderülhet ebből, amit mondtam, ez bizony tele van paradoxonokkal, és a gyakorlásunk során is. Tehát van olyan gyakorlási fázis, amikor feszítünk, nyújtunk tiszta erőből, de ugyanabban a fázisban, vagy ha tetszik egyidejűleg, akkor meg mérhetetlenül lazítunk. És a használatban is, tehát el akarom lökni a másikat, de úgy, hogy nem akarom ellökni, és mégis ellököm. Tehát hogy rengeteg ilyen paradoxonnal találkozunk. Itt is legyünk nyitottak, engedjük el, hogy működni tudjanak.
kiakasztja az elmét néha, de ez nem is baj, ha kiakasztja az elmét, mert ugye erre szükségünk van, hogyha tovább szeretnénk lépni. Úgyhogy a gyakorlat során ezzel találkozni fogunk. Fontos a tai chi kapcsán megjegyezni azt, hogy amikor elindulunk ezen az úton, elkezdünk gyakorolni, időt töltünk vele, vagy ha tetszik, időt töltünk önmagunkkal, fel fogjuk fedezni, hogy ugyan persze mesterektől tanultunk, meg más átadásokból, meg szakirodalmat használunk, meg videókat nézünk, meg elemzéseket olvasunk, de igazából a tai chi az egy olyan rendszer, ami önmagát tanítja. Ehhez a saját éberségünknek és a tudatosságunknak kell annyira, mondjuk azt, hogy kifinomultá válnia, hogy befogadóvá legyünk erre az impulzus, hogy a tai chi önmagát tanítja, és ez tovább visz ahhoz, amit, és ahogy én tanítom a tai chit, vagy akár a csikungot, hogy tulajdonképpen ez a folyamat majd rá fog arra mutatni, hogy mindannyian önmagunk mesterei vagyunk, persze lejárunk edzésre, meg mesterektől tanulunk, de amikor felfedezzük ezeket a belső folyamatokat, a kapcsolatunkat, a meg nem nyilvánult lényünkkel, az impulzusokat és inspirációkat, amik ebből a nem láthatóból érkeznek, és megértjük azt, hogy hogyan tanítja önmagát ez a rendszer, vagy hogyan vagyunk önmagunk mesterei, akkor valószínű, hogy igazából és igazán rákerülünk arra az útra, amiben a tai chi egy fantasztikus eszköz, hogy rásegítsen bennünket. Még két dolgot beszéltünk át az induló csoportokkal. A tradicionális kínai tanításra, vagy ilyen idősebb mesterekkel való együtt munkálkodásra az jellemző, hogy azt mondja, hogy csináld ezt, és akkor csinálod. Állj egy évig úgy, és akkor állj egy évig úgy, vagy úgy fogsz állni. Tehát, hogy nem igazán van kérdés. De ha mondjuk a nyugat-európai vagy amerikai megközelítést veszem, nagyon sok mester él Nyugat-Európában, Amerikában, ott a tanulókra az a jellemző, hogy kérdeznek. És ez teljesen más üzemmód, mint a tradicionális képzés, hogy akkor állj szembe két évig a fallal, és akkor gyakorold a fállást. Mindig mindenre van kérdés. Utána választ várunk rá, ez nyilván lényegileg az elméből jön, de mégis a megértés vágya van mögötte. Én a tapasztalatom is az, és én is azt támogatom, hogy kérdezzünk. Tehát gyakran csak önmagában egy kérdés már nagyon sok mindent nyit ki bennünk. Ha ez a kérdés a közösségben, a tanulócsoportban, vagy több ember előtt hangzik el, akkor ez a kérdés megnyit másokat is, és ha ne adj Isten, még válaszolni is tudunk rá, vagy tudok rá, akkor az még tovább nyithatja azt a teret, amit mi tai chinak gondolunk. Tehát a tradicionális, korábbi és kínai megközelítéshez képest a nyugat-európai vagy amerikai, az a kíváncsiság, a kérdések, a megértés felé megy. Én azt mondom, hogy kérdezzünk nyugodtan, sokat tanulhatunk belőle. Sok hozzáadás lehet. És akkor végül, amit még elmondanék, hogy tehát ne vegyük ezt annyira komolyan. Ez akkor jó, ha lazán, könnyedén sok nevetéssel történik. Most egy viszonylag ilyen munkaigényes edzőtáboron vagyok én is túl, tehát sok mindent tanultunk, sok mindent kellett csinálni, de az egészre a nem jó szó rá, hogy fizikai nehézség ellenére, tehát szóval volt bőven mit tenni a testünkkel, amit a testünk néha jelez is fáradtság formájában, de hogy hihetetlenül lazán, könnyedén és sok nevetéssel zajlott ez a dolog. Tehát azt kell tudnunk a tai chi tanulásról, hogy ennek az útja, ez rengeteg örömmel, jó érzéssel, könnyedséggel, nevetéssel jár, megemel bennünket, ami szintén egy ilyen maga ez a könnyed érzés, tehát ez maga az út idézőjelben, ami megmutatkozik a tai chi tanulásának a során.
Viszont ne vegyük túl komolyan, ne vegyük túl könnyedén. Vagy ne vegyük túl szigorúan, tehát ugye egész idáig erről beszéltünk az elvárások és egyebek kapcsán. Ha megmarad ez a könnyed, kíváncsi, érdeklődő, lelkesedő, örömteli hozzáállásunk a folyamathoz, hát azt nagyon fogjuk élvezni, sok örömet fog okozni. Köszönöm.